A Győri Révai Miklós Gimnázium és a Kródi Gyula Középiskola közösen rendezi a 22. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyt. A megmérettetés a Kárpát-medencében élő magyar középiskolások nemzetközi versenye. Minden évben más helyszínen, csak nem 280 diák és 80 tanár találkozik. Az ötnapos rendezvényre Magyarországról, a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Délvidékről is érkeznek diákok. Nagy Attila, a Kródi Gyula Középiskola igazgatója hangsúlyozta, hogy a megmérettetésen kívül cél, hogy közös élményeket nyújtsanak a versenyzőknek. A legfőbb üzenete az, hogy a Kárpát-medencében élő magyar diákok találkozzanak egymással, barátságok szövődjenek, és felnőtt fejjel visszaemlékezzenek arra, hogy a magyarság nem kötődik országhatárokhoz. Tehát elsősorban élményeket szeretnénk nyújtani, olyan közös élményeket, amelyek meghatározóvá teszik a fiatalkorban a találkozásokat, és kellemes emlékként élnek majd később. Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a nemzetközi matematika versenyen, komoly eredményekkel kell rendelkeznie. A részvételnek nagyon komoly feltétele van. Elsősorban az adott területen, az országon belül kell, hogy nagyon jól szerepeljen. Vannak erre külön válogató versenyek Magyarországon kívül. A magyarországi diákoknak pedig folyamatosan jól kell teljesítenük a matematika versenyeken, a feladatmegoldó versenyeken, hiszen a felkészítő tanárok ez alapján választják ki őket. A középiskolai évfolyamoknak különböző feladatlapokat kell megoldaniuk, amelyeket egy szakmai zsűri állított össze. Tudtuk meg Horváth Pétertől, a Révai Miklós Gimnázium igazgatójától. A külön évfolyamokon különböző feladatok lesznek természetesen, és a feladatok összegyűjtése már is egy nagyon komoly munka volt. A szakmai zsűri nagyon sokszor ült össze, meghirdettük különböző matematikához kapcsolódó folyamatokban is, hogy be lehet küldeni feladatokat, és ezután történt meg a válogatás, illetve a feladatok előtt a megoldásokat is be kellett küldeni, úgyhogy ezt is alaposan átnézte a szakmai zsűri, hogy ne történhessen semmi olyan probléma, ami befolyásolná a teljesítményen kívül a verseny eredményét. A verseny csaknem 8 millió forintba kerül, ennek az összegnek a felét a Győri önkormányzat állja. Az öt nap alatt a diákok megismerkedhetnek Győr két egyetemével, a város nevezetességeivel, és ezen kívül számos érdekes program és kirándulás vár rájuk.